megváltozott út és látási viszonyok balesetveszély, még nem késő átvizsgáltatni az autókat. Teljes sötétség és ismeretlen hely. Láthatatlan vacsorára hívták a vendégeket. Suhognak már az angyalok szárnyai, zajlanak a jótékonysági előadás próbái a Degré utcában. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. A gépjárművezetőknek is fontos észben tartani, jön a tél. A megváltozott út és időjárási viszonyokban eső, szél, hó és fagy máshogy viselkedik az autó. Megnő a fékút, nem jók a látási viszonyok, a balesetek esélye nagy mértékben megnő. Ezért fontos, hogy átvizsgáltassuk a járműveket még az igazi hideg beállta előtt, emlékeztetnek a szakemberek. A akkumulátor kapacitás áll 81%. Az akkumulátor bevizsgálása elengedhetetlen, hangsúlyozza ez a Békés Csabai szakember. Mint mondja, télen komoly gondot okoz, ha lemerül az eszköz és nem indul az autó. Ilyenkor a gumikat, a fékeket és a lengés csillapító állapotát sem árt ellenőriztetni. Fontos az ablaktörlő állapota, hiszen csíkmentesse kell tisztítani a szélvédőt. Nagy jelentősége van a fényszórók megfelelő beállításának is, hiszen azok elengedhetetlenek a látás és láthatóság szempontjából. Ugye ez a tompított fényszóró, ez nem fogja a szembejövőt vakítani. Az autóban lévő ablakmosó hűtőfolyadékot is górcső alá veszi az autószerelő, hogy biztosan megfelelő-e a fagytűrő képessége. A vizsgálat azt mutatja, hogy mínusz 42 fokig biztosan hatásos a folyadék. Ezeket a vizsgálatokat azért érdemes elvégeztetni, hogy senkit ne érjen kellemetlen meglepetés télen. Másik talán egy alsó vizsgálat se árt ilyenkor az autóknak megnézni, hogy gumiharmonikák, tömítések rendben vannak-e, hogy olyan helyre ne kerüljön sár, víz, latyak, ahova nem kell, mert hát az idő előtti elhasználódáshoz vezet. A gépjárművek téli felkészültségi állapotát még november első hetében vizsgálták. Dobókői György azt mondta, az eddig ellenőrzött 60 járműnél alig találtak problémát. A téli gumi akkor még csak a gépkocsik felére volt felszerelve, de már a többi vezető is készült a cserére. Természetesen nagyon fontos része az emberi tényező is a téli átállásnak, hiszen végig kell gondoljuk azt, hogy nagyobb követési távolságot kell használjunk, sokkal jobban, óvatosabban kell bánnunk a kormánnyal, fékkel, gázpedállal, hiszen hirtelen mozdulatokra nagyon könnyen meg tud pördülni az autó, és közlekedésbiztonság szempontból veszélyes helyzetbe tudjuk sodorni saját magunkat. A főosztályvezető hozzátette, még mindig nincs késő téli gumira váltani, az ugyanis a jeges, latyakos, sáros úton sokkal jobb tapadást biztosít az autónak. A szakember hozzátette, ez sem csodafegyver, ugyanis csak az útviszonynak megfelelő sebesség mellett használ. Kalácsra csurgatott friss helyi termelőktől származó méz volt a reggelije a gyomaendrődi százszor szép óvoda kislakóinak pénteken. Harmadik éve szervez az Európai Unió kezdeményezésére mézes reggelit az Országos Méhészeti Egyesület, amelyhez egyre több intézmény csatlakozik. Idén egy egész héten át, jövő péntekig zajlanak a rendezvények. Sárga és fekete szín uralta ezen a reggelen az óvoda tornaszobáját, ahol a gyerekek még egy kis műsorral is készültek a méhészek által felajánlott reggeli fogadására. Többük számára nem ismeretlen világ ez a különleges szakma. Az apukának vannak méhecskéje. A reggeli előtt egy kis filmet is megnézhettek a gyerekek a méhek világáról, amiből sok izgalmas dolgot tanulhattak meg. Azt csinálják, hogy termelik a mézet nekünk. És persze van, akinek személyes tapasztalatai is vannak a méhészkedésről. Egyszer, amikor apa kiment az udvarra, belenyúltam a mézébe. A településen sokan foglalkoznak méhekkel, ez is hozzájárult ahhoz, hogy ekkora lelkesedéssel fogadják a gyerekek a programot. 80 család megél, vagy legalábbis segítséget kap a méhektől, a méztől abban, hogy megéljem, akkor azt kell mondanom, hogy fontos. Hiszen, hogyha azt a 80 családot felszorozom legalább 4 fővel, akkor már 320 emberről beszélünk, és azt gondolom, hogy a település méretéhez és a település lakóihoz képest gyomendődően sok méhész van, és nagy a méhészeknek az aránya, illetve a méh családoknak az aránya.
A gyerekek egész hetét végig kísérte a méz. A témát feldolgozó foglalkozások mellett sokat hallhattak fogyasztásának fontosságáról is. Itt az óvodában nagyon sok lehetőség nyílik arra, hogy megtapasztalják, megismerjék, kóstolják, ízleljék a magyar mézet. A méz egyébként heti szinten is jelen van az intézmény által biztosított étrendben, de a rendezvény célja, hogy ne csak az óvodában találkozzanak a természetes édességgel a gyerekek. Szeretnénk azt elérni, hogy egy tudatos mézfogyasztó társadalom nőjön fel az egészséges táplálkozás jegyében, hogy megismerjék a méznek a jótékony hatásait, és hogy a folyamatos mézfogyasztás az egészségre nézve milyen jó hatással van. A mézes reggelik egész héten zajlanak. Az országos rendezvény november 24-én pénteken Szolnok megyében lesz. Közgés diák végzett dobogós helyen a középiskolai matematikai és fizikai lapok országos versenyén. A tanuló az 5 összpontszámból mindössze 3 pontot veszített. A feladatsorozat középiskolai diákoknak szól, a megmérettetést 2 kategóriában hirdették meg. A Széchenyi István közgazdasági szakgimnáziumban hetente 1 órát tudtak plusz időben foglalkozni a versenyre való felkészüléssel. Ezek a feladatsorok a KÖMÁL-ba, a középiskolai matematikai lapokba jelennek meg. Minden évben új pályázatot írnak ki. Havonta jelenik meg egy-egy feladatsor, ezeket a feladatsorokat a gyerekeknek otthon kell megoldani, beküldik a feladatsort, havonta értékelik, és az összpontszámmal szerepelnek évente. A hónapról hónapra megjelenő újságban főleg geometriai és logikai feladványok voltak, amelyek közül inkább a logikai fejtörők álltak közel a végül dobogós helyen végző diákhoz. Tavaly volt az első ilyen kömálós versenyem, azon 5. lettem, ugyanígy egy éven keresztül, ugyanebbe a kategóriában, csak akkor 9-esként, mert ugye ez egy 9-10-es kategória, és ugye 9-esként sokkal nehezebbeknek tűntek ezek a feladatok, és azon 4.-5. helyet értem el, ami országos szinten szintén szerintem elég nagy eredmény, de ebbe az évben többet foglalkoztam bele. A fiatal tehetség tanulmányait Szegeden szeretné tovább folytatni, kereskedelem és marketing szakon. Teljes sötétség, ismeretlen helység, a kezünk pedig egy másik ember vállán, aki elmondja, mi fogad minket a teremben. Ilyen egy láthatatlan vacsora eleje. A Békés megyei Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház a Vakok és Gyengénlátók Egyesületével közösen ezzel a programmal várta az érdeklődőket a Tolerancia napján. A látók számára így néz ki a láthatatlan vacsora helyszíne. Teljesen sötét terembe vezetjük be a kedves vendégeket, ültetjük asztalhoz. Ez a kép és ez az érzés fogadta az Önkéntes Ház és a Vakok Gyengénlátók Egyesületének vendégeit. Szépen megterített asztal, üdítők, sütemények és a főétel. Egy komplett menüt árul a szemünk elé, ami eddig teljes sötétségben volt. A vacsora célja a meghívott vendégek érzékenyítése volt. Hogy tud étkezni egy teljesen vak ember, arra az a kapcsolatban fogjuk őket érzékenyíteni, egy teljesen lesötétített helységben kell elfogyasztani a ma esti vacsorájukat. A másik főszervező nem csak a vendégeket hívta meg, de ő maga is részt vett a vacsorán. Kifejezetten félelmetes volt, és belegondolva, hogy a vakok így élik le az életüket, szerintem borzasztó. És ebben nem gondoltam én sem bele, ugyanúgy, mint szerintem a meghívott vendégeink nagy része sem. De nagyon bízom benne, hogy egy ilyen alkalom is egy kicsit más látásmódot fog nekik ezután biztosítani. A vendégek azt mondták, erős hatások érték őket, és az élmény után jobban átérzik a vakok és gyengénlátók nehéz helyzetét. Nem egyszerű feladat egy-egy vacsorát elfogyasztani egy-egy teljesen elsötétített helységben, és ez egy viszonylag egyszerű dolog a mindennapokban, ha tetszik, mert hát ha belegondolunk abba, hogy milyen feladat lehet egy ügyet intézni egy hivatalban ezeknek a sorstársainknak, vagy mondjuk bevásárlást bonyolítani, nehogy Isten, egy bevásárlóközpontban. De nagyon tanulságos. Az ilyen jellegű programok
nagyon fontosak lehetnek, előmozdíthatják a diszkriminációmentes szemlélet erősítését, meg hát nyilván az ilyen saját tapasztalaton alapuló élmények azok, amik igazán érzékenyebbé tehetik az embert. A Vakok és Gyengénlátók Egyesülete a tervek szerint a jövőben is szervez hasonló érzékenyítő programokat. Folyamatosan zajlanak a próbák a Degré utcai gyermekotthonban, amelynek lakói idén már hetedszerre állnak közösen színpadra a Békés Csabai Jókai Színház művészeivel. Az Angyalok Szárnyalása című jótékonysági zenés előadást minden évben nagyon várják az intézmény lakói. Idén általános iskolások is csatlakoztak a fellépéshez. Elmaradhatatlan kelléke Tücsök Peti előadásainak a rajzvászon. A gyerekek nagy kedvence ezúttal segítséget is kap, a gyermekotthon lakóival közösen készülnek az alkotások a színpadon. A művésztől persze egyáltalán nem áll távol ez a fajta közvetlenség, ezért is fogadta örömmel, amikor felkérték, hogy vegyen részt a műsorban. Addig mindig a közönség soraiból néztem ezeket a produkciókat, és hát nekem szívem, lelkem egyébként az Egri utcái, illetve a gyermekekért. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy olyan jó fölemelkedni a gyermekekhez, vagy jelen esetben olyan jó fölemelkedni a Egri utcai fiatalokhoz. Igaz, teljesen más vagyunk, mint emberek, és próbálják úgy elfogni minket, meg megfogni a kezünket. Több dal is felcsendül majd az előadásban, amelyet más-más csoportok tanulnak be. Bár összetett a koreográfia, az nem is kérdés, hogy lelkesen vesznek részt a próbákon a fiatalok. Természetesen igen, igyekszem kihozni a teljesítményemből a legjobbat. A gyerekek minden évben nagy kedvel vesznek részt a felkészülésben, az előadás után pedig már rögtön azt kérdezgetik, mi lesz a műsor jövőre. Érdekes módon mindig mindenki akar próbálni, és mindig mindenki akar tanulni, és ezzel azért a világ többi részében nem mindig találkozik az ember, de hát a legkülönlegesebb és ami visszaadhatatlan, az a borzalmas nagy szeretet, amit itt kapunk. Az intézmény célja, hogy minél többen megismerjék az itt élő gyerekek mindennapjait, és erősödjön a kapcsolatuk a többségi társadalommal. Ezt szolgálja az is, hogy idén először nem csak művészek, de más iskolák diákjai is részt vesznek a műsorban. 6 általános iskolának az énekkara, tehát a kórusával együtt lépnek föl a gyerekek, vagyis fiataljaink, és a korosztály körülbelül tehát ugyanaz, mint az iskolásoknak. És én azt gondolom, hogy ami itt a legnagyobb lényeg, hogy a társadalmi szerepvállalás, felelősségvállalás, tehát az általános iskolások részéről, hogy megismerjék a fiataljainkat, és ezáltal tehát interiorizálódik beléjük, tehát az előítéletmentesség, illetve a tolerancia. Az előadás, amelynek jegybevétele az otthonlakóit támogatja, december 11-én este 7 órakor lesz a Jókai Színház nagy színpadán. A Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége prioritásként kezeli a Békés Csabai Atlétikai Centrum fejlesztését. Erről biztosította a város és a helyi klub vezetőit a szövetség elnöke szerdán a Békés Csabán. Gyulai Miklós hozzátette, a szövetség számára ez azért is fontos, mert a város és a KOB Békés Csabai Atlétikai Klub vezető szerepet tölt be a hazai sportéletben. Közösen járta be Gyulai Miklós a város és a Békés Csabai Atlétikai Klub vezetőivel a Tünde utcai atlétikai centrum létesítményeit. A szövetség elnöke felmérte, hogy milyen felújításokra lenne szükség a következő 2 évben. Itt velem szemben van egy dobópálya, én szerintem azért erre ráfér a korszerűsítés. Én kíváncsiak a futófolyósóra, itt az elképzelések szerint ugye egy klubházat és egy lelátót is szeretnénk a pálya mellett összehozni, ami alá esetleg egy futófolyósó beférhet majd, kicsit segítve a jelenlegi nem túl jó állapotban lévő futófolyósót, vagy tehermentesítse egy kicsit. És megnézzük a pályát is, hiszen ez most már több mint 10 éves. A szövetség számára a kormány évente 900 millió forintot biztosít fejlesztésre, hangsúlyozta Gyulai Miklós. Hozzátette, ebből az összegből a MASZ 3-4 beruházást tud támogatni, és Békés Csaba is jó eséllyel pályázhat a közeljövőben.
Körülbelül egy 300 millió forintnyi felújítás valósulna meg itt egy újabb futófolyosóval, ellátóval, pályarekonstrukcióval és nemzetközi versenyekre alkalmassá tétellel is ennek az atlétikai pályának, úgyhogy ez számomra, mint az atlétika klub elnökének is egy óriási nagy öröm, de gondolom leginkább a sportolóknak, hiszen a sportolási körülmények, lehetőségek bővülnek, javulnak, illetve megújulnak. A békéscsabai városvezetés és a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, az önkormányzat, a helyi atlétikai klub és az országos szövetség együttműködéséről is egyeztetett szerdán. Mindenképpen szeretnénk szorosabbra fonni az együttgondolkodást, az együttműködést, hogy Békéscsabán a jelenlegi atlétikai rang megmaradjon, minél több fiatal gyermek szeressen meg az atlétikát, legyen jelentős utánpótlás bázis, hogy legyenek újból Bai Balázsok, és legyenek újból Márton Aniták Békéscsabán. A város polgármestere szerint a klub országosan is eredményes utánpótlás nevelésének és a sikeres olimpikonjainak köszönhető, hogy a szövetség komolyan támogatja a következő években a békéscsabai atlétikai sportlétesítmények fejlesztését. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!